Sziasztok, ez itt a Bögre 213. podcastja, ahol a legfrissebb játékhírekről hírekről értesülhettek a lehető leggyorsabban. Olyan frissek, hogy amiről először fogunk beszélni, az konkrétan múlt hét pénteken a felvétel közben lett hirdetve. Hat napos és 24 huszon, órával ezelőtt. De hat napos és 23 órával ezelőtt. Ja. Kávi. Ja. 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 <laughs> A, a gépigényekkel kezdjük a napot, úgyhogy nyugodtan tekerjetek bele, ez erre segítségül jön az, hogy Ákos szépen beszámolza itt a fejezeteket, hogy hol miről beszélgetünk Youtube-on, úgyhogy ha nem érdekel titeket annyira egy gépigényes, meg egy gépigény felháborodós hír, akkor nyugodtan alapozzatok. Úgyhogy kezdjük a gépigényessel. Hát a második se a gépigény miatt felháborító, hanem az éjé miatt, azt meg szokták szeretni az emberek. Köszi. Hogy lelőtted a rejtét Ami és a misztikumot van írva. <laughs> Oké. Okay. Szóval, de akkor kezdjük az elején, ami nem más, mint a Cyberpunknak a gépigényét hirdették ki, de a részletes gépigényt, amiért múltkor sírtam, hogy legyen már olyan is, mint amit a Ubisoft szokott csinálni, hogy nyolc különböző módon elmondják, hogy egyébként kinek milyen rendszere van szüksége, és ezt helye közel meg is tették. Mert kaptunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tényleg 8 kap... Nem, ez csak 7. Ez csak 7. 7 különböző Csalódás. Konfi... <laughs> ...ra, hogy ki mire számíthat, hogyha... Ö, tehát összehasonlíthatod a gépet, de hogy nagyjából milyen beállításokra lőheted be a játékodat. Elsőre egyébként nem ijesztő. Ami kulcsfontosságú ezeknél a gépigényeknél, az a Proci és a videókártya. A többi is fontos, de... A ram. De, de, az, az másodlagos. A RAM is elég fontos. Jó, a RAM is elég fontos, mert hogyha egyszer kifutsz a ram akkor cseszheted. Ja. Úgyhogy a RAM is fontos, meg az oprendszer is fontos, minden fontos. Jó, az oprendszer az az, ami nem szokott probléma lenni, hogy úristen, akkor várjál, updatenek Windows 10-re. A, a, a nagy tanulság ennek az egésznek, hogy állítólag nem kell túl erős Processzor hozzá. Nyilván, I7 az alapból az erősebbek közé tartozik, tehát ez az, az egy felső kategóriás processzorról van szó, de amit a, a hétköznapi rendszerekbe akarnak, re, tehát a raytracing nélküli ö, futtatáshoz, az egy negyedik generációs, wow. ami azt jelenti, hogy most a tizedik generációnál tartunk. Tehát azok régi mm -hmm. ö, processzorok. A, a, a Raytracing Ultrás uh, i7-6700-as is az, ami nekem van a gépemben 4-5 éve. Tehát akkor Mert valószínűleg nem a CPU lesz, vagy a, nem a GPU lesz itt a... Nem, jól mondtam elsőre. Nem a CPU lesz itt a, a, a probléma. szűk keresztmetszet. E, Meglátjuk Közben emellé a viszonylag régi processzor mellé ott van Ultra RTX-ben egy 3080-as. A uh, igen, a Ray tracing hát kulcsfontosságú lesz, hogy a új generációs Nvidia kártyád legyen. De, de... Hogy nem is 3070-es, vagy 3060-es, 38 30 nem, nem, 30 nem, nem. Van, hát Jó, mi? de ez, hogy nem ez 4K Ray tracing, szóval ez érthető is. Um, és azért is lesz szükség mindenképpen Nvidia hardware-re, uh, mert hogy AMD-n megjelenéskor még nem lesz támogatva az AMD-nek a Ray Tracing megoldása. Nvidia Ray Tracing kártyája meg senkinek nincs. Mármint mm, 3000-es kártyája, mert senki se tudott lecsapni rá. Meg nincs olyan Magyar beszerezhető. Magyarországon. Három. Magyarországon. Jó. A, nekem ebből az egész tanulság az, hogy én fogom tutatni, fogom futtatni hájon 30 FPS-sel mondjuk, mit tudom én, teljesen jó lesz. E, na igen, egy dolog, amiben hibádzik ez a táblázat, az az, hogy még sejtetőleg se írták be, hogy ez 30 fps-re van becélozva, vagy 60-ra. Jó, akkor ez az egyik elég úgy, fontos. Vegyük úgy, hogy 30 innentől kezdve. Hát igen, csak a... a... Azt kiírták volna, hogy a 60 vagy, hogy a 120. A CD projektnél viszont egyrészt eszméletlen jól optimalizálnak, a a Witcher is gyönyörűen futott, amikor megjelent a Witcher 3, és igényesek. Az oké, okay, de 60 FPS 4K-val, azt az Isten gépén nem megy el. Egy 3080-ason viszont igen. Nem fog elmenni egy 3080-ason sem. Hidd, hidd, el, 30 FPS. Tudod mit? Legyen az, hogy vegyük úgy, hogy 30 FPS, és aztán majd kellemesen, kellemesen csalódunk, csalódunk ha, hogyha csalódunk. 60 FPS. Vagy lehet azt is, hogy elhiszük, hogy 60, aztán majd nézzük, nézzük mint a moziban. Mert hogy a moziban is 30 FPS. <laughs> ne! Amúgy most nézem, hogy tök jó kombinációk vannak, mert a, a high oszlop, ha nem felejtem el egyébként, ezt mind látni fogjátok a képernyőn. Szóval nem fogjátok akik YouTube... áll, le Nem, mostanában semmit nem felejtettem el elrak, felrakni, ezt csak a, 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 a spot, Spotify-osok, meg a podcast hallgatók szívják meg. Vagy már, annyira elfelejtetted, tudom hogy azt sem tudod, mit felejtettél el. Nem vagyok ne villongbotom. Szóval mondjuk a high oszlopban is azt írja, hogy a grafikai beállítás egyébként ultra... És ez mit jelent? Hát, hogy nem az van, hogy az ultra az azt jelenti, hogy 1080p ultra, hanem itt náluk az ultra azt jelenti, hogy 4k ultra beállításokkal a H hát az azt jelenti, hogy az 1440p 40p. ultra, tehát az, se 1080p. Úgyhogy Ugye ja. ez egy szarul összerakott táblázat, nem. köszönjük CD Projekt próbáld meg újra legközelebb. <laughs> nem, nincs ezzel <laughs> nagy probléma, nyilván összetettebb táblázat lett volna, hogyha megcsinálják az összes oszlopot, 1080 p az összes oszlopot. Oh, akkor hogy egész ezen, ezért ezért Excel workbookot kellett volna kiadniuk már. <laughs> Igen, egyébként én személy szerint nem bánnám, mert nagyon jó szórakozni vele, de nagyjából ez alapján már ti be tudjátok lőni, hogy... Ö, mire is kell számítani, ami az ajánlott 1080p. Szerintem Magyarországon lehet, hogy még mindig a 1080p a standard, a leggyakoribb Nekem 1080p felbontás, van, ami fontos, az... tehát hogy egy, szerintem ezt azért érdemes elmondani, 1080p magas beállításokkal kell egy 6 éves i 7 processzor, nyilván, hogyha annál újabb i5-ös processzoratok van, akkor azzal se lesz gond, ö, egy 10-60-as kártya. Ez elég, elég standard most már a 1060. 60 as e, Igen, az nvidia mindig az volt a, a közepe, uh -huh. a, a 60-as kártyák, ami, ami nagyon széles körben felhasznált ö, kártyákat. 6 gigás, nem a 3 gigás, ez viszont fontos. Az nagyon fontos. A, alapból butaság lett volna annak idején is a 3 gigásat venni. Tudom, hogy egy tízesen olcsóbb volt, de hogyha így döntöttél, rosszul döntöttél. Sajnálom. Mi? Nem te, én most nem hozzád beszélek, <laughs> hanem a... <laughs> Nekem ahhoz az emberhez, aki úgy hallgatja. Aki itt akar spórolni rajta 5%-ot? Igen, 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 igen. Oké. Okay. Most nagyon megszívta. Szóval reméljük ugyanolyan jól lesz optimalizálva ez a dolog, mint a Witcher 3 volt annak idején, és belecsaphatunk 3000-es kártyák nélkül is reméljük ugyanilyen jól lesz optimalizálva. Ja, a Radeon kártyákra azért nem térek ki, mert azokhoz nem értek, és nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy Radeon RX 590. Nem tudom, hogy mikor, én nem tudom, Azt hogy hol volt. Jó. A, Rade, a Radeon RX 5700 XT az kétszerű, mint az R10 2060, mert több, mint kétszerű ja, a, a okay. szám rajta. <laughs> szuper. Na, így kell, így kell olvasni. Egyszerű, mint ágyszerű. a 1 A 1060-as kártya egyébként az is Két generációval korábbi, mert hogy most vannak a 3000-esek, elvileg, de amúgy még mindenki 2000-eseken van, aki újat vett. van egy 3090-es. Jó, mert száj biztos kapott vagy beállított egy botot és az lecsapott rá négyszeres áron, de, de a, már a van es is egy, egy nagyon erős, de négy éves kártya. Három. Három és fél. Jó. Nem tudok pontos dátumokat. Nem baj. Nem várja tőled senki. Jó. De igen, elvárják. És Akkor valahol azt, négy legyen. és három között van. A lényeg, hogy nem lesz... Elég nagy skálán mozog, remélhetőleg. Most már csak az, kelljen, vagy az kell, hogy ez ténylegesen, ténylegesen így is nézzen ki a gyakorlatban. Remélem, remélem hogy, hogy, hogy nem lesz gubanc a performancia tekintetében megjelenéskor arra senki nem számítson, hogy kimaxolja, mert biztos lesz benne rengeteg olyan beállítás, ami majd kb. 4-5 év múlva fog I Igen, beérni. de hogy közben ezek azt hiszem, hogy valami olyasmi van, hogy a, például a konzolok, azok, az új konzolok, azok médium beállítással fognak futni? Vagy ami hasonló, hát lehet, hogy nem ennél, olyan. valami másik játéknál hallottam, de a, a PC-s beállításokról tudni kell, hogy azt nem úgy tervezik, hogy, hogy az ultrán tud játszani azonnal. Azért hívják mm. ultrának általában, mert régen úgy hívták, hogy high, csak akkor az emberek azt hitték, hogy ó, hát a high, akkor annak futnia kell. <laughs> és nem lehet nekem low, és azért nincsenek már low beállítások. Mondjuk itt pont van low beállítás, nincsen low, hanem alapból medium vagy most. high indul, és akkor high, mm. ultra, amazing, awesome, <laughs> extreme. motherfucker, extreme. Úgyhogy, um, ja. Az meg sajnálatos velejárója a műfajnak, hogy egy a, a, alapból már az ajánlatnál is egy e, i7-es processzor van belőve. mert hát open world, hatalmas, részletes, rengeteg NPC-vel lesz tele, úgyhogy aki ezekre a játékokra van ráva az nagyjából tudja, hogy, meg számíthatott rá, hogy ez lesz a gépigény. Jep. Nem, nem, nem probléma. Aki viszont esetleg régebbi géppel rendelkezik, annak van egy nagyon jó hír, a FIFA 21 gépigénye nem változott, mert úgy döntöttek a fejesek, hogy ami jól működik, minek változtas rajta, úgyhogy a FIFA 21 nem kapja meg a PC-n a, 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 az Hát gyakorlatilag semmit, ami a Next verzióban benne van, mert hogy, mert hogy minek csak a gépigény növekedne tőle, az kevesebb vásárlót jelent, és minden úgy is tökéletes. Te... Ennél nagyobb búsított életemben nem hallottam még. Egyébként pedig a... az élő. Én oszok. azt hiszem, hogy, hogy a legutóbbi generációnál is pont ugyanez volt, hogy ott is lemaradásban, lemaradásban volt a PC verzió a genhez képest egy darabig. Tehát, hogy így. Hagyjuk már. Tehát a, a, az a felállás, hogy most van jelenleg egy generációs konzolokra, meg PC-re is FIFA 21, majd a PS5-re, meg Xbox One X-re jönnek a Chilli-Villi új feature-ök amiket PC-n még azt se kaphat meg, akinek sikerült beszerezni egy RTX 3080-ast, mert hogy nem akarják felemelni a minimum rendszer követelményt, mert nekik megvannak a számok. A számok. A számok megmondják, hogy az embereknek ilyen gépe van, és ha olyan gépe van, akkor csak azon tudják futtatni, de hogy így azzal, hogy adsz olyan beállításokat, amivel mások ki tudják maxolni a hardvereiket, nem jelenti azt, hogy azoknak is be kell kapcsolni ezt, akiknek gyengébb hardware -e van. Én teljesen hiszem, hogy azoknak a két játékosnak, akik FIFA-t mindenében megveszik, ez egy problémát jelenthet. De szerintem ezek nagy részt inkább konzolon léteznek, ezek a játékosok, nem? Hát alapból a FIFA inkább konzolos Tehát cím. Tehát magyarul leszarják a PC-t. Magyarul leszarják a, a PC-t, mert hogy nincs akkor a közönség a PC-n, hogy bármi nemű energiát fektessenek ebbe a címbe. Ez azért nagyon érdekes, mert ez bevett az iénél, hogy a FIFA-k azok nyugodtan kijöhetnek Uh, gyakorlatilag új funkciók nélkül. A FIFA és, és közben arra hivatkoznak, hogy nem bírja a hardware. Ugye a Switch-en már négy év ugyanaz a játék jön ki, és például olyan dolgok maradnak ki belőle a hardware limitációi miatt, mint a karrier mód, már mint ez a, ez a story mód, mikor a Hunter nevű focistát alapítod. Amit, tehát azt én elhiszem, hogy a izomnak a deformációja, amire most hivatkoznak, az, most az, eszi, az eszi, az a, 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 a GPU-t. De a story mód az annyira nem. Az előrendelt Frostbite-os uh, engine átvezetőkkel. Meg úgy hogy, úgy, hogy néha nem is 11 át, vagy 29 van a pályán, hanem csak 11. Mert a story szerint csak passzolgatnak ah. egymás között a tréningen. Az meg a másik, hogy mióta az elő, az ráerőszakolta a Frostbite-ot kb. az összes fejlesztőjére, azóta igazán nem lehet semmilyen ö, kifogásuk, mert hogy, mint tudjuk a Battlefieldeknek köszönhetően, a Frostbite elég jól teljesít Hát igen, Pécén. Csak, elég jól lehet optimalizálni PC-re is, hogyha beleteszik azt a kevés energiát, vagy azt a sokat. Kérdés, hogy nem váltottak-e motort? De azt hiszem nem váltott a FIFA motort. Csak, Most is Csak aminek engedték, meg a Jedi Fallen order hogy váltson, Aha. mert azt leszarták. <laughs> bukás mert ezt úgyis temették. Ez úgyis bukás, ez kizérdekel, mi lesz. Bukás. Sőt, még jobb is, ha nem a Frostbite-on bukik meg. Aztán. Hogy fordultak ja, fordultak az asztalok? Ja, ja, ja. Szóval így. Ártatlanság vélelmével mondom azt, hogy kedves ié, a Menni PC okra. játékokban bennetek, hogy általában van egy ilyen beállítások menü, ahol te választhatsz különböző beállításokból, attól függően, hogy milyen erős a hardvered. Tehát, hogyha neked gyengébb hardvered van, akkor leviszed lóra a beállításokat, és esetleg a felbontásból is visszaveszel egy kicsit. Viszont ha erős géped van, potenciálisan olyan erős géped, ami már most erősebb, mint a konzolok, az új generációs konzolok, akkor, akkor felteszed ultrára. Mert hogy így benne van a játékban, és így bele kéne írni, mert hogy pc a PC erről szól, a, a skálázhatóságról, hogy mindenki személyre tudja szabni magának. És az, hogy be, beleteszed ilyen ultra beállításokat, az nem jelenti azt, hogy hirtelen felemelkedik a minimum rendszerkövetelmény. Tudod, mi lenne vicces, hogyha elindítod a FIFA-t, és akkor beadná, hogy, oké, okay, fel, felmérem a, a, a gépedet, és lefuttat egy benchmarkot, hogy ne a játékosnak kelljen ezen is és a végén kéri, hogy gratulálok! A géped a konfigurációd ultrán tudja futtatni ezt a játékot, és beállítja, és igazából beállítja rendesen, de azt írják, hogy ultra. <laughs> Utatja, de csak ebben az egy menüben. Mint amikor belépsz a Skyrimbe, az még mindig, az, mindig, azért mindig azért belépni a Skyrimba, és amikor automatikusan feljön az első, először az ablak, akkor kírja, hogy, hogy, hogy ultrán, ultrán mindent, és így, oh yeah. bizony, hogy ultrán mindent. Az is jó, amikor olyan régi már a játék, hogy az új hardware nem ismeri fel, tehát <laughs> ja, azt feltételezi, <laughs> hogy á, nem jó. És hagyd 480 ban ja. elkezdni játékot. <laughs> Um, egyébként meg ezt, ezt akár meg is írhatnád a fifa ezt amit mondtál. De gondolom, hallgatják. Ja, meg hát egyébként én, nem, én. nem akarok kettős mércét alkalmazni, vagy Jó, vagy nem. kétszínűsködni. Annak idején, mikor neked a, a Shadow fornak az online feature-eivel kapcsolatban volt, mindig azt mondogattam, hogy nem olyan egyszerű a kódolás, hogy ezt csak úgy átírjuk, és úgy működik. Tehát feltételezem, hogy az I-nél se olyan egyszerű. Hogy akkor beleteszik az új feature-t, és akkor, akkor lehet, hogy az valamilyen módon leterheli a, a, a gyengébb PC-ket, is, még akkor is, ha nincs beállítva. de PC-re akkor is van megoldás. Sok játéknál van, hogy játék elindítás előtt felújít, tudod ez a kis ablak, uh -huh. és abban állítod be, vagy a beállításokat, vagy azt, hogy, az, hogy, hogy, hogy mely, melyik verziót futtas. De innen. hogy van rá lehetőség. Ugyan már itt arról van szó, hogy majd el fog készülni, de egyszerűen nem akarnak rárakni annyi embert, hogy ez most idén készüljön el. Jó van, az majd jövőre is. Tehát most érted, minek? A játékosok idióták, úgyis megveszik. És amúgy is a eladások nagy része nem a PC-ből jön. Hát de ja, csak akkor... A normális játékosnak már nincsen elvárása a FIFA felé. A jó, de akkor Szó legyünk őszinték, tehát ne tegyük itt a hülyét. Őszinték, mindig kírják most már, hogy ez a játék semiben nem különbözik a tavaitól. Konkrétan ez benne van a, a, a sztorban. Így leírják. Nagyon vicces. De most teszik a hülyét. Nem tudom miért. Uh, közben én zónáltoltam, mert... Uh, Olyan vagy. Ez valahogy így nem fogott meg, és visszakanyarodott a gondolatom a Cyberpunkhoz. Nem is beszéltünk róla, hogy viszonylag baráti a helyigénye. 70 giga? 70 giga. Az én teljesen kibékülök 70 gigával. Egy akkor a játéknál igen. Amikor a kodok már alapból 200 gb <laughs> Bár most állítólag a Black Ops 8, vagy hol járunk, ott az, az felére csökkentették a játék méretét majd visszadúzdasztják, de hogy, hogy én te teljesen, teljesen vagyok a 70 gigával, boldog vagyok vele, De a Warhammer 2 az ilyen 120 giga körül foglal. Ez egy teljesen nem releváns hasonlat, csak hogy mondom, hogy, hogy, én, én inkább ezekhez a százas számok, számokhoz ö, szoktam most már. A designer ö, dök foglaltak, mármint a designer 2, az foglalt, azt hiszem, ilyen 70 körül. Tehát mm. azért az elég jó. Elég jó. És, hogyha már visszatértél ehhez a témához, arról nem beszéltünk, hogy az nvidia van ez az új beállítása, a DLSS. Vagyis nem beállítás, hanem ez egy, ez egy új uh, feature, ami ami, ami mesterséges intelligenciával működik, és az a lényege, hogy kisebb beállításon futtatod, de olyan szépen felskálázza a dolgot, hogy néha szebb, mintha natívan renderelnéd ki és ilyen szempontból pedig 3080-nal majd egy 4K Ultra Ray tracing kivitelezhető lesz. Ennyi. Viszont ez nincs AMD hardware-en. Szintén nem beszéltünk arról, és ez nagyon fontos, hogy a PC audio szolúciónak tartalmaznia kell a Dolby atmos ahhoz, hogy Dolby Atmos Experience-t kapj. Ez fontos, te most engem itt kifigurázhatsz, de akkor is ez egy, ez egy, ez egy Formabontó újítás az Dolby Nvidia részéről, Atmos. ami át fogja formálni az egész videókártya piacot, te a meg Dolby itt A Atmos meg belőle. átformálja az egész audiokártya piacot. Van még olyan, hogy audiokártya, vagy egyszerűen <laughs> csak simán beintegrálták az alaplapba? Régen volt audiokártya. Hát a, a mi piacunknak beintegrálták az alaplapba, mm a többieknek pedig a, a profiknak, a, nagyon profiknak meg biztosan van kártya. De ez olyan, mint a, mint a processzorokba rakott videókártya. Hogy van, akinek elég, de van, akinek nem és akkor az vesz egy dedikált videókártyát. Ma voltam egy cégnél, és félfülre hallottam, hogy beszélgetnek emberek, és fejlesztők, és így viccelődött az egyik, hogy a haverja épített a, a gépet saját magának, és, és elkezdtek viccelődni, hogy jó igen, alapokt hogy a nyéket, azt ők így, így, így rakták össze, meg hegesztették. A nyákot, nem a nyéket. De, de nem. Ez vicc volt hogy magának épített gépet, de nulláról. Igen. Tehát, hogy elment a boltba, vett egy darab fát, elkezdett a nyákot építeni, és ez egy vicc. Szóval, hogyha ezt hallgatjátok, akik, akik most erről beszéltek, ma, pénteken, jó vicc volt, nevettem magamban. Igen. Ez csak a PC építés az eszembe, hogy mennyire hardcore szintig el lehet vinni. Tök jó. Köszönöm. Térjünk vissza arra, hogy mennyire fontos az DLS-es technológia. Nem kell. Akkor a Dolby Surround Ok. Um, jó, akkor ennyi volt a gépigényes szekció. Beszéljünk a kedvenc játékodról, a Red Dead uh. Online 2-ről. Red Dead 2 online. Az. Sőt, mivel a Red Dead 1 nem volt online, amennyire tudom, ezért ez az első Red Dead online. Ezért hívják Red Dead online-nak. Ez egy érdekes dolog, mert a GTA kapcsán én érveltem volna azzal ö, felét, hogy hiába hívják GTA Online-nak, ez nem egy különálló játék. Nem én... azt mondtam, hogy különálló játék. De! De! A De... De viszont az Most lesz. viszont meghúzták azt, amire számítani lehetett már, Uh, már akár a GTA kapcsán is voltak ilyen plegykák, azt ott nem, amiről egyébként szintén nem beszéltünk még a GTA-ról, és nincs rajta a listán. Úgyhogy talán arra is kéne picit térnünk. De hogy a nagy hír az, hogy a Dead online az standalone meg fog jelenni. És ingyen kapja mindenki? Majdnem. Kivéve, hogy nem. Nagyjából bevezető ára az 5 dollár lesz. Mm. Hogy meddig tart a bevezető ára, aztán néztem meg. De mm -hmm. akit érdekelni fog, az behúzhatja minél hamarabb, majd 5. December 1-től hmm. 5 dollárért, és játszhat a reddenek az online récével, ami meglehetősen másodlagos a rendet szempontjából, mert hát, hogy van egy elég masszív volna. kampánya. Nem így szerették volna, ők azt szerették volna, hogyha olyan nagy lesz, mint a GTA, de közben meg nem fektettek bele annyi energiát, tehát nem jöttek ehhez annyira update jó Érdekes. ideje, a közönség teljesen ki van égve, hogy nagyon ritkán jön, nagyon kevés. Nem tudom, mi történhetett, mert én abszolút úgy éreztem a, a kampány során, hogy mármint a marketing kampány során, hogy ez majd lesz a következő GTA Online, mm -hmm. és szerintem ők is így pozícionáltak, csak aztán gondolom egy-két egy, egy, két hónap után azt mutatták a számok, hogy a GTA Online szarrá veri a Red Online-t, és hogy esélye sincsen <laughs> átvenni a helyét. Nagyon sok okból, már csak maga a, az egész millió, az egészen más. É, igen. Tehát nehéz lenne annyi bört lehúzni a reddedről, mint a GTA-ról. Nem, ja, mert ott a GTA-ról gondoltam, ott hanem minden szabad préda. Hanem arra gondoltam, hogy az, hogy Véglovagoz egy végtelenül reális vadnyugaton, mm. ahol végtelenül reálisan lelőnek a banditák és a nyulakat, le tudod vadászni végtelenül reálisan, az valahogy kevésbé vonzó, mint az, hogy a haverokkal végig csapatsz Los Santos utcáin, <laughs> ugratva, robbantva, lövöldözve, jetpack és jetski és jetekkel. Tehát, ja. Hát attól függ kinek. Az, a, 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 nagy a vásárlóerő nagy részének. Úgy tűnik legalábbis. Szóval most megpróbálunk egy ilyennel. Én óvaintenék mindenkit ettől, mert csak tudjátok, hogy nagyon kemény és erős és, és intruzív a mikrotranszakció GT, a Red Online-ban. A GTA online, a GT online is, de Red onlineban is. Mert? Mit mert? Ahol oh, nem tudom már, vagy fél éve volt ez téma, azóta nem hallottam, hogy javult volna. Ez az aranyvásárlásos dolog, fegyvervásárlásos dolog. Nem tudom, nem vagyok benne otthon, de javíts hogy ha tévedek. Nem vészes. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon borzasztóan kocajátékos vagyok Red Dead Online szempontjából, de... Akkor csak mondok, hogy jelen van a mikrotranszakció jelen van a mikrotranzakció mindenképp, és nyilván sok mindent aranyból lehet megvenni, meg sok aranyból, de el lehet vele simán úgy röcögni, meg szórakozni, hogy ö, nem fektesz bele külön pénzt, meg a küldetésekért is ö, kapsz aranyat, tehát hogyha csinálod a főküldetéseket, kapsz aranyat, csinálod a melléküldetéseket, kapsz aranyat, összegyűlik elég aranyat, akkor feladhatsz egy új Rólt, mint mondjuk ez a legutóbbi frissítésbe a Naturalist, mit tudom én befizet 15 aranyat, amit összeszedtél a küldetésekből, akkor a Naturalistnek is megkapod a küldetéseit, hogy akkor ezeket a dolgokat fotóz le, meg szedd össze, meg, meg vedd ki a seggéből a szagot, meg ilyesmi. Úgyhogy el lehet lenni, nem kell fizetni aktívan azért, hogy szórakozhass a Red Dead online-ban. Ez tök jó, és ez nagyon-nagyon jó, hogy ilyen üzél, de hogy nekem ezt mind az, amikor van viszont mellette egy bolt, ahol most akciósan csak 15.000 forintért kapsz 1500 aranyot. Én mindent értek. Mindent értek, de nem tudom teljes szívvel ajánlani azt, azt a játékot, amiben van egy ilyen rendszer. Én azt mondom, hogy... És főleg, hogyha ilyen olcsó. Mi, mi, mi végigjátszottuk a, a questeket, a fő küldetéseket. Sajnos nem volt olyan sok, amennyit szerettem volna, viszont 5 dollárért simán megéri. Oké. Okay. De tudjátok, hogy tudjátok, hogy van ilyen rendszer benne, és nem akarom az ördöget a falra festeni, de miért ne? Azért vagyunk itt. Na, te azért uh, vagy te itt. Én, én azért vagyok itt. Nem lepne meg, hogyha ez a becsologató 5 dolláros akármi, de utána egyszer csak úgy találnák a játékosok, egyre nehezebb aranyat szerezni ebben a világban, ahogy a valóságban is szóval valószínűleg valahogy ez a realitáshoz is hozzáad, a realitás élményéhez. Én inkább arra leszek kíváncsi, hogy mi a tervük. Ez a tervük. Na, tehát ha visszalépünk egyel, úgy látszik, akkor se fogott meg, tehát azokat az embereket se fogta meg igazán a Red Dead Online, akik hajlandóak voltak 60 meg 40 dollárt fizetni ezért a játékért. Ellenben most kiadják 5 dollárért kevésbé érdekelt játékosoknak, akik még kevésbé fogják belásni magukat. És nem mondom, hogy nincs olyan, aki nem csinálja meg az összes Battle Pass, mert természetesen van, de a frissítések számából és mennyiségéből is látszik, hogy korán sem olyan sokan van, nincs annyi bálna, amennyire számítottak, vagy nincs annyi delfin, aki, aki ösztönözni tudna az ilyen nagymértékű frissítést, és nem tudom, hogy most akkor ezzel a, az 5 dollárral a nagy számok törvényére próbálnak hagyatkozni, és azt mondani, hogy jó, akkor most ezzel végtelen mennyiségi embert bevonzunk, és abból majd lesz annyi, aki Rendszeresen fizet, és abból majd jönnek új frissítések. Vagy hogy mi a tervük, mert már sokszor úgy tűnt, hogy ezt így eléggé elengedték, ezt az online-t. Én úgy érzem, hogy találtak egy jó pontot, amikor ezt be lehet adni. Háromokból. Egy. Amikor ezt kitalálták, hogy ez, ez így lesz, az nem most történt, hanem mondjuk egy fél éve. Vagy egy éve. Tehát ezt nem két hete találták ki, hogy akkor egy dollárért fogjuk adni, hanem mondjuk egy fél éve. És ez a pont ideálisnak tűnik nagyon sok szempontból. Már, néz, már, már megnéztem Ákos. lehalkítom. Ja, jó. Mindjárt beszélünk arról is. Szóval az egyik ok az az, hogy közelednek az ünnepek, több játékos kerül a képernyők elé, és többet tudnak játékra fordítani időt. Szabadságolások, tél, érted, nem nyár van. Tehát már van esélye, arra, hogy behúzunk embereket. Kettő. Közelednek a koronavírusok, úgyhogy még több ember marad otthon, az otthoni emberek játszhatnak, szabadidő van, mert nem tudnak elmenni vásárolni, nem akarnak elmenni vásárolni, stb. Három, nagyon sokan remél, vagy azt remélték a rockstar hogy nagyon sokan fognak most update hardvert. És mivel a Red Dead az például kifejezetten magas hardverigényű igényű játék, Jól van optimalizálva, de attól függetlenül hogy magas hardware igényű, ezért. Ja, remé ennyi, is is jól reménykedhettek abban benne, hogy most, amikor jön az új konzol generáció, sokan updateelnek PC-t, vagy pedig új konzolokat, amivel azonnal be tudnának lépni uh -huh. egy nagyon alacsony áron a Reddit világába, ahova eddig nem tudtak belépni, mert drága volt a játék, és drága volt, és nem volt megfelelő hardverük hozzá. Úgyhogy szerintem ezek miatt választották azt, hogy most akkor még egyszer megpróbálják berúgni a Red Dead Online-t, uh -huh. egy ilyen Érdekes módon egy ilyen megoldással, amivel még egy kis pénzt is lehet keresni, szemben egy, egy, egy olyan, hogyha free-to-play lett volna. Amivel talán még nagyobb löketet tudtak volna ennek adni, az az, hogyha Red Dead-2 is kap ö, új generációs, funkciókat, meg frissítéseket az új konzolokat, de erről még nincs hír. Csak jó, az egy ilyen jó csatolt reklám lett volna. Nézzétek, itt vannak a PS5-re az új funkciók, vagy az új látványvilág. Meg a haptikus kontrollerti használása. Minden flanc, és csak 5 dollár az egész. Szerintem fog érkezni egy update majd ezekhez. Majd lesz egy re ri release Hát csak az a kérdés, hogy ha ténylegesen elég embert ö, behúznak, akkor hajlandóak lesznek-e nagyobb volumenű frissítéseket kiadni. Hogy úgy vannak vele, hogy jó, akkor ezzel a második hullámmal behúztunk ennyi pénzt, aztán szevasz. Valószínűleg, ha elegen, akkor igen. Jött a Breaking News. Ilyen írt nekünk. Hajaj. Ákos vagy Balázs, ha véletlenül podcastot veszel, vesztek, <laughs> akkor a magyar nézők kedvéért ne felejtsétek el megemlíteni, hogy exkluzív magyar feliratos kiberpunk képe képek érkeztek a héten. Én erről nem tudtam, de akkor Ákos majd ide szépen kirakosgatja az exkluzív kiberpunk magyar feliratos képeket. A feliratos képek? Hát, így írta ilyen barátunk, tessék bántani, hogyha mégsem ez az igazság. Én... Na, hogy így poszterek? Vagy a screenshot a játékból. Ennek majd ahol... utána nézel a van. Ha kibírtam hónapokig, hogy egyetlen egy képkockát sem nézek a Red Izéből, Cyberpunk 2077-ből, akkor nem két héttel a megjelenés előtt fogom felcsapni az internetet, hogy hé, Cyberpunk 2077, legújabb képek, lehetőleg spoileresek nem, nem tudom miért uh, stresszel ezt rá, hát abszolút semmi köze ezeknek a képeknek a valós gameplayhez. De, de nem, de nem sem is, semmi. is tudjuk, hogy milyen képek. Magyarok, nem elég ez neked. Megmondom Ilyennek, hogy legközelebb, hogyha breaking news-t akkor rendesen fogalmazzon. És érthetően. Akkor most tényleg nem rakod ki ide a képeket? Hát majd. Vagy csukod szembe. <laughs> Úgy nem tudom kirakni. Majd nem tudom, beraksz a leírásba egy linket. A, én, én. teszem a leírásokat. Jó, de én megcsinálom a és te meg a végén oda a linket. Nézők, írjatok, hogy nincsen link, mert akkor elfelejtett. Vagy Ilyen megírja be. a kommentbe. Ja, legyen ilyen hír munkája. Dolgozom <laughs> ő is vele, hogyha már ezt így kiadta nekünk. Még bereszól itt az oldalvonalról beszorok. Na jó van. Um, ő csak figyelmes és kedves akart vagy lenni. Vagy gyertek DC-re a kiberpunk képekért. Amúgy most ilyen két oldalról is kapott, egyik oldalról egy jobb egyenes, másik oldalról egy bal, mert egyrészt a reddedet szittad utána, meg ilyen. <laughs> és neki mindkettő nagyon fáj. Ezzel éri meg velem barátkozni. <laughs> mindenkinek, mindenkinek ajánlom nagyon nagy szeretettel. Na jó van, tehát a Red Online-nak december 1 jön az 5 dolláros uh, verziója. Nagyon jó lesz. Reméljük sokan pódnak, és játszhattok vele sokat. Gyertek, megéri. Nagyon megéri. Annyira megéri aranyat, meg nem kell venni. Ne vegyetek aranyat, csak gyertek és játszatok Red Dead-et. 5 dollárnyi tartalom van benne. Ha más nem, a látvány megéri 5 dollár. Amennyiben <laughs> olyan PC-tek van, vagy konzolotok, amin szép. Van még egy csúszásunk erre az évre. A Cuphead utolsó DLC-je csúszott, tehát 2021-re. Ez a The Delicious Last Cause. <tos> <tos> Delicious Last Course, Ami nagyon várok, bár nem annyira, mert még nem értem a Cuphead végére, de szépen haladgatok vele, ilyen tempóban pont akkor fogok végére érni, mikor jön. Tökéletes. A másik, hogy kikerült egy kis, némi kis teaser a Netflixre készülő Cuphead Az új? Azt én, mint a már láttam volna fél éve. Hát én most láttam. <laughs> Sajnálom. De... Épp ebben már lehet látni, ugye a Netflixre készül rajzfilm a Cuphead alapján, és, és nagyon jónak néz ki. Bezárul a kör. A rajzfilm által inspirált videójáték inspirált egy rajzfilmet. Hát konkrétan ők ugyanazok csinálták. Vagy csinálják. Szóval nem inspirált. Csak lett belőle. Jó. Köszönöm. Ez egy, ez egy rövid hílet. Minuszosnak hívják ezt a nálunk a szakmában. Ajaj. <laughs> A végére még Hitman 3-ról is érkezett viszont anyag. Azt is láttad fél éve? Nem. <laughs> Na, akkor köszönöm. Fél, pe, fél órája láttad kb. Valázs mondta, hogy jó. Mert hogy ahogy a Cyberpunk 2077-et kerülem, úgy a hitment is kerülöm. Mert tudjátok, ez teljesen reális, hogy a Hitman 3-hoz úgy ül le, hogy fogalmas sincs milyen pályák vannak benne. Vagy lesznek hát nem. Még benne. De teljesen reális, mert tudom, hogy maga a hitmen miről szól, meg mire számít csak, úgyhogy az egyetlen meglepetés faktor, az az lesz benne, hogy milyen helyszínek, meg milyen új küty. De lesz, pont mert... ez, hogy a helyszínek nem kell, hogy ilyen meglepetés legyen, mert nem De az a lényeg, hogy, hogy ja Istenem most van a következő helyszínen Ausztráliába utazok, vagy pedig, vagy pedig ö, egy, egy nyomor negyed, Brazíliába nem az a lényeg, hogy nyomornegyed Brazíliában, hanem hogy hogy néz ki az a nyomor Brazíliában. Hogy van megdizájnolva. Igen. A a pályadizájn? Egyrészt. Ami nem derül ki a videókból. De látványra igen. De Balázs, te most ne egy velem. <laughs> Én így szeretem a dolgokat. Hát akkor hibáz, hibás az a dolgod, mister. De a te kedvedért ezt a videót mégis megnéztem, úgyhogy... You are lost then. Úgyhogy beszélhetünk róla. Rengeteg, Ó, új köszönöm, ez a Igen. rengeteg új technikai újítás lesz benne, elég sokszor használtam azt, hogy új, de ebből látjátok, hogy ez mennyire új. Szóval Tehát rengeteg ellenére... új technikai újítás? Igen. Mire a, 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 ah. mi a helyzet a, hát a új technikai... régi technikai újításokkal? Hát a régi technikai újítások is benne vannak ebben a dologban, mert hogy ah. az IOI megmutatja, hogy hogy kell ezt csinálni. Nem azt kell mondani, mint a fucking iénél, -e, hogy ha nem akarjuk felövelni a minimum rendszerkövetelményeket, azért nem lehet Pro feature beletenni, hanem az IOI azt mondja, hogy nézzétek, itt van a szériában a három, harmadik játék, már nagyon sok évünk volt rajta dolgozni, a technológia is fejlődött, és azok az új dolgok, amiket beteszünk, és amitől szebb lesz, meg, meg jobban működik, meg, meg látványosabb, meg, meg, meg izgalmasabb, azokat visszaörökítjük a második és első részbe is. És ez egy tök jó dolog. Jep, gyakorlatilag kapunk egy, um, egy remastert. Ez jobb remasternek ígérkezik, mint az egész Mass Effect trilógia, mert gyakorlatilag mindig újra remasterölik. Újra remasterölik, <laughs> Igen. Tehát mindig remasterolik az előző részt, mikor megjelenik az új. A második részhez remasterolik az elsőt. Kicsit grafikailag is turbózták, és az új játékmechanikák is belekerültek. Igen. És ugyanígy lesz most is, hogy, hogy újra keverik az a elsőt, második részt a harmadik rész platformjára ingyen. Legalábbis nem ingyen, de hogy ha már neked megvan az első, meg a második, Igen. meg a harmadik, megkapod. Ja, a motor összes fejlődését visszamenőlegesen kompatibilisíteti. És ez tök jó a második résznél konkrétan az egész világítást újra húzták, és azt az egy az egyben áttették az első részre, ami bizonyos pályákon jobban nézett ki, bizonyos pályákon rosszabbul, tehát, hogy így ennek is megvan az adag kapokja, de alapvetően ez egy nagyon jó hozzáállás, és emiatt működik olyan jól, az, hogy a, ez a Hitman trilógia gyakorlatilag egy platformként működik, és átjárhatóság van a három rész között mindent ezzel kapcsolatban eddig az ioi jól csináltak. Jó, nem mindent, de hogy itt volt egy vízió, ami menet közben alakult, de kezd úgy kikerekedni, hogy egy, egy tökéletes egységet fog alkotni, és mindig, mikor jön egy újítás, akkor nem csak az újdonság erejével hat, amit mondjuk az új részben látsz, hanem a régiekhez is van miért visszatérni. A régi helyszínekre, nem a, a régi, részekre. Hát igen, tehát hogyha csak a Hitman egy van meg neked, akkor nem fog az a befrissülni, vagy hogyha csak a kettő van, az se fog befrissülni. Hogyha megvan neked a három, akkor visszamenőlegesen frissíti a kettőt egyet. De most az igazán jó páciens játékosoknak lenni, mert akkor ők megveszik majd öt év múlva, kb. A Hitman trilógiát, és akkor mint egy nagy hosszú sztori, végigjátszhatják a, a, az egészet, az összes, az összes pályát, a legfrissebb játékmechanikai és technikai megoldások. Ami nem csak azért ennyire kedvező ez a dolog, hanem most a Hitman 3-at is megveheted majd olyan pakban, hogy gyakorlatilag potom pénzért hozzád vágják az 1-2-t is. Biztos ez. Az epik miatt nem tudom, hogy ez így mennyire De hát, kavar ha az epik kiadja a kettőt is. Mert most az egy, egy már volt ingyenesen. Bár azt az hiszem, meg a másik, Azt hogy... hiszem, azt jósoltam, hogy nem fogja kiadni a kettőt, nem le lesz akciózva, és az lesz, hogy, hogy uh, meg! Most, hogy készül a Hitman 3 a Nem azt, azt hiszem... mondtad, hogy éppen időben még a kettőt is ki tudják adni ingyen. Én azt nem emlékszem, de ez nem hangzik elég cinikusnak hozzá. Szerintem azt mondtam, hogy az egy ingyenes, a kettő nem lesz ingyenes, csak nagyon alacsonyra le, le lesz húzva az ára. Már alapból steam is, meg akárhány helyen fenn van a Hitman 2, mindenhol volt már nagyon alacsony az ára. Az egyet ingyen is osztogatták, Epiken is, a Steam-en is szerintem az összes epizódot kiszorták már egyes évvel. Úgyhogy lesz, lesz itt bőven tartalom a Hitman 3 játékosoknak is, hogyha évközben résen voltatok, ha meg nem, akkor valószínűleg egy ilyen 10 maximum 20 uh, dolláros ráfizetéssel megkaphatjátok az egész trilógiát. Már új ráfizetése, hogy a Hitman, árán felül... 3 árán felüli upgrade Cool. De aztán meglátjuk a pontos számok, hogyan jönnek ki. Uh, de a Hitman amúgy is minden pénzt megér, úgyhogy nem tudom, mire vártok. Összesen amúgy két, két, két sorozat jut eszembe, ami megcsinálja, és úgy tűnik, hogy be megcsinálja ezt a platformként működő trilógiát. Jól. Vagy úgy általában megpróbálja, <laughs> mert rosszra se nagyon tudok példát mondani. Tudsz rosszra? A fordítottját tudom, a sportjátékok, ami... Plat platform. Tudom, ez az, hogy annak platformként kéne működnie, mert úgy viselkedik, de mégse az, hanem mindig teljes árú, elszigetelt játékok egymástól. A, tehát az a kettő, amire gondolok, az a Hitman trilógia és a Total War Warhammer 2 trilógia. Igen. Vagy Warhammer trilógia, aminek a harmadik része is talán majd egyszer érkezik. Igen. Talán. Egyszer. 21 vége, ez az én tippem. 21 Holiday. A tippelős videó az 2021. januárjában fog megjelenni, Balázs. Ne spoilerez. <laughs> Oké, okay. jogos. Ugye? Ja. Jó van. Um, még valami ezzel kapcsolatban, mint hogy lett volna? Hát, ja, persze, a pálya. A pálya maga. Igen. Aki nem szeretné, hogy elszpoilerezzük <laughs> neki a pályát, a Hitman egyik pályát, az ő most fogja be a fülét. Hát a videót egy nem percet. mutatok belőle akkor elég csak és néznie a... Mármit a fülét befognia, és nézni a képernyőt mereven, mert hogy a kö... az egyik pálya, amit már, amiről tudunk, az Abu Dhabi. Igaz? Igen. És most érkezik hozzá Abu Dhabi biztos, nem valami másik? Valami arab emírséges a Duba, Oroság. Dubai emírségek? Dubai olyan nem létezik. <laughs> Egyesült arab emírségek. De amúgy bemérségek. valószínűleg Dubái, mert ez népszerű, mint a Budapest. Dubái, Egyesült arab emírségek. Valahol, ahol a nők nem vezethetnek. Na, az a lényeg. <laughs> És um, a második pálya, ami megjelenik, vagy ami, amiről most így lerántották a laplet, az szintén egy fantasztikus diktatúrában játszódik, ez pedig Kína, Chongqing városa. Nincs hozzá, hogy <laughs> amúgy. Um, általában ezek a pályák megfelelhetőek egymással. Tehát Sztereotipikusan van mindegyik hitmenben ugyanaz a milliójú pálya, ha érted, mire gondolok. Szeretném. Oké. Okay. Van mindig egy ilyen egy ilyen nagyon szűk, keleti, ázsiai város. Igen. Van mindig valami rural American város. Azt hiszem a kettőben, va a kettőben van. Van. Van mindig egy ronyrázós város. Hát, vagy igen. És akkor most ez lesz a Dubaj lesz a rongyrázós város És ez meg a Chongqing lesz az ázsiai ö, Város, ahol nagyon sok ember él És nagyon furán építik a házakat Mert sok ember él Szép lesz Ja, és nem is beszéltünk még arról, hogy Milyen konkrétan, milyen fejlődések lesznek Grafikai szinten, most már Hitman elázhat, mint a kutya Hoppá Csöpög róla a víz, hogyha ráesik a fejére. bakján kop nem áll meg a víz, Há, hanem lecsorogra az arcára rá. Meg a szemübe. És ha belemegy a szemübe a víz, akkor a képernyő elsötétül egy picit. És ezt mind nézhetitek ray és el És uh, meg ha megnyomod az L betűt, akkor megtöli a szemét, de csak ez a baloldali szemét. Ha az ert, akkor a jobb oldali szemét, és akkor látni fogsz. Ez nem a redded, ez nem ennyire részletes. <laughs> Öö, Hogy ez fog. Ez részletes. Pötyögni fog a, a tócsába az eső, megint újra húzzák a fénykezelést, mert miért ne? Vagy finomítják, és nagyon szépen fog kinézni a fényforrások által vetett árnyék. Technikai nem a fényforrás veti az árnyékot, de öö, sötétség nincs árnyék, nélkül, akarok kiukadni. Eléggé eltalálták egyébként, mert nekem, nekem gyengém az ilyen öö eső és neon áztatta városok. Különösen, hogyha a, 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 keleti város. Neon ez a... áztatta város? Igen, a neon fényben úszó és esővel áztatott város. Hogy mondjam még? Láttad a John Wick -e valamelyik részét? Meg... láttam! Na, olyanban is van egy ilyen. Meg a... Blade runner is van. Tudod te, mire gondolok? Ezt, csak hogy tudom, igazából már réges, koszt. régen tovább léptem volna. Nem akartál tovább lépni, mert meg akarod tenni a 60 percet. Úgy aztán ne, <laughs> ne kelljen akarok, szabadkozni. Arra, mivel játszom mostanában. És a szélekről még nem is beszéltünk. Szélek? Szélek. Mind a <laughs> nem nem mint, értettem, a, mint a árazások? Igen. Nem, értettem, a, nem hogy a tavaszi szél Vagy a a szél, vagy... Szóval, ja, öm, nagyon várom a neonfényben úszó városokat. Örülök neki. Én is. Oké. Okay. Akkor beszéltünk a szélekről. Vettél -e már valamit a szél. mert hogy most beindult ez, hogy őszi, ezt őszinek hívják most? Minek hívják ezt most? Mert nem Black Friday-nek, de azt hiszem, ha a Steam-re felmenjük, akkor őszi leveleket húz a szél. Ott Igen, van ez, őszi kiárusítás december ig. Szóval a Steam-en is van, gyakorlatilag minden nagy retailernél van most jelenleg kiárusítás. Behúztál le már valamit ennek kapcsán? Nem. Ö, jó. Akkor, és tervezel valamit behúzni? Nem. Olyan könnyű veled beszélgetni. Úgyhogy beszélgethetsz arról, amiről akarsz. Én, én, vettem, vásároltam. Mit vettél? A American Track simulator megvettem három DLC-t. A három legrégebbi DLC-t. Ugye az American Track Simulator is egy platformként működik, most hogy belegondolok. Csak az nem részek között, hanem azt csinálták, hogy megjelent két amerikai állammal, hozzáadtak ingyenesen még egyet, és azóta minden állam plusz egy DL. Ne ásítozzál, mert felrúglak! De hirtelen minden... <laughs> hogy én American Truck Simulator ezek, és elkapott a hangulat. Szóval minden egyes DLC-ben hozzáadnak egy újat, és most már ott járunk, hogy azt hiszem hét állam le van fedve ebben a játékban. Na akkor már nincs sok <laughs> hátra a, a havaira meg ra meg Alaszkán lesznek kíváncsi, hogy fogják megoldani, de lehet ez egy későbbi probléma. Én most bevásároltam Washington, Oregon és... Et... Oregon? Washington, et... Oregon és... Igen, Washington, Oregon és... Új Mexikó államokat vettem meg, mert ezek a legrégibbek, és ezek voltak reakciózva rendesen. Idaho van már itt, és talán Wisconsin, de erről ne idézzetek, nem tudom milyen negyedik, vagy az utolsó, ami ami, ami, ami hiányzik. Most még ugye a nyugati parton járnak. Uh -huh. Úgyhogy megvettem a 3 DLC-t, ezek viszonylag jó árban vannak ilyen. 3 kötője 6 dollár darabja, 3 kötője 6 euró, és érdekes módon Steam-en a legolcsóbb, ami azt jelenti, hogy máshol nem kerül leárazásra, vagy nem árulják, de így- így, így Steam-en vettem meg végül. És előtte a vezetés közben? Majdnem. Elindítottad már? Igen fel is gyaltam oda. San Francisco-ból felmentem egészen Washington államig. Nem tudom hova, de Washington államon valahova. Erről jut eszembe, hogy én meg behúztam, nem leárazáson, hanem azok után, hogy streamen feltettem a kérdést, hogy érdemese megvenni az Elite Dangerous-t, és hogy győzzetek meg, hogy vegyem meg az Elite Dangerous-t, az Epic Games azt mondta, hogy tudod mit? Neved meg, odaadjuk neked ingyen. És soha nem fogsz vele játszani ezért. Vele játszani. Feltelepítettem, még nem, egyszer el is indítottam, belőttem a beállításokat, aztán kiléptem, mert nem volt időm játszani. De nagyon izgatott vagyok, hogy amint időm lesz, egyszer kipróbáljam. Az Elite dangerous -nek azt hiszem kifejezetten jól áll az, az ultra széles, szá... széles, sávú monitor. <laughs> hát remélem is. Viszont én játszottam vele. Nevedd el a kedvemet mielőtt. Akkor másodnap. Viszont én játszottam vele. Másfél órát. Nem mondd el az véleményedet, meg a tapasztalataidat. Sem, mert senkit nem érdekel. Akkor miért hallgatják ezt a podcastot? Hát nem tudom. <laughs> én is értem. Majd megbeszéljük, akkor streamen a Ákos nincs ott. Emlékeztessetek. Ö, egyébként más nem tervezek most. Még, még, még reménykedek abban, hogy egyszer lesz valaha videókártyám új. Lesz. Egyszer lesz. 2025-ben biztos lesz. Mert lesz 2025. Hát ha lesz 2025, akkor lesz benne kártyád is. Uh -huh. Jó. Amúgy mennek le egész szépen az árak. Most már egy elkezdtek normalizálódni. Nem kapni továbbra sem ezeket a kártyákat, de legalább normális ár árban nem lehet őket kapni. Mi van? Semmi. <laughs> Mi az? Én, én kizártam az elmémből a videokártyákat, mint olyanokat. Majd ha lesz, Akkor jó áron. PS5, hagyjál már a PS5-t. mint a videókártya, felányi. És az FPS is felányi. Meg a vizuális dolgok is annyi. De most én úgy döntöttem morcosan, mivel nincs más választásom, hogy nekem jó lesz a mostani gépem, ami egy teljesen korrekt, jó, nagyon jó Jó, nem a, nem a szélén gép. táncolsz a, a Cyberpunk eh, uh, spektrumnak videókártya ügyi Jó, meg. hát mi a, Neked mi, a, milyen is mi a széle, mi a spektrum? Neked nekem 16... 10 en van. 10 70 Igen. Az 8 gigás? Igen, azt hiszem. Uh. Talán nem emlékszem. De 8 gigás, valóban, igen, valószínűleg szerintem 8 gigás. De, jó, ja, hát volt egy ilyen időszakom, amikor mind nagyon háklis voltam mindenre, ami így grafikailag nem frankó, szerettem kimaxolni a dolgokat, de meg, megbirkóztam a szituáció realitásával, és úgy döntöttem, hogy ha háj, azzal is kibékülök. Mert akkor is szép lesz. Az a lényeg, hogy jó fusson, és ne szaggasson, és 60 FPS legyen. Aha, jó. Hát cserem, hogy visszatérünk megjelenés után. Én azért... Például én, én azt is figyelembe veszem, hogy én szeretnék kontöntet is gyártani ezekből az új megjelenő videójátékokból. És például a kontrollból már, az már, az már olyan, necces. hogy... Necces. Igen, igen. Alapból én nem szeretem én se lejjebb venni a grafikát, de ott már lejebb kellett venni, mert az aztán eszi magas szinten a gépigényt, vagy eszi a gépet. Így is nagyon szép, meg minden. Akkor ez azt jelenti, hogy se fogsz kontroll játszani, te rohadék. De, amint lesz, RTX kártya. Oh, fuck you. Nem amúgy már azzal is. Az évtized legjobb játéka, és azt mondja, hogy de aztán folyamatosan mondom, hogy játsz vele, és amire odaérsz, azt fogod mondani, hogy hát ahhoz képest, hogy 5 éve hype itt nekem, ahhoz képest nem is olyan fantasztikus játék. Csak hogy kapjatok egy kis kontextust, mivel Balázs azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka. Nem, az az Obradin. Ez a világ második legjobb játéka. Én azt terveztem még naív nyári gyerekként, hogy ha már úgy is jönnek ősszel az új tök jó rétrészinges kártyák, akkor én a legcsodálatosabb valójában fogom megcsodálni a kontrollt, mert az volt az első nagyon játék, amire azt mondták, hogy ú, rétrészing arra van felépítve, az a csodálatos. Nem én És ezért halazgattam, hogy majd, majd én teljes valójában akarom megélni. Így viszont, hogy nem lesz hosszú ideig olyan kártyám, így már elkezdtem kacsékodni a gondolata, hogy beérem azzal is, hogyha rétvészín nélkül játszom a kontroll. Nagyon olcsó most a kontroll. Amúgy az. tényleg ilyen 15, euró dollár. Zseniális. az igazán Ultimate tehát a DLC-kkel, mindennek kell egy. És jók a dlc Nem igazán értem amúgy ezt, hogy hogy mi az, hogy a Ray tracing ki, fucking betonon ne törjön már meg, ne víz, tükrözöljön már az izé a, a karakterek, a meg a fények. A nem ennyire egyszerű, Balázs. A lényeg a lényeg, hogy ennek a játéknak nagyon erős a hangulata is, ami nem csak abból származik, hogy nagyon szépen csillog a fény, hanem ahogy megvan komponálva uh -huh. egy-két beállítás, egy-két pálya, amit meg teljesen mindegy, hogy milyen szép grafikával lejátszol. Ettől függetlenül újra fogom játszani majd, amikor ki lesz, lesz Ray Tracinges gépem, de, de, de megéri belemenni mindenképpen. Lehet meggyőztél. Köszönöm. Ákos, a nézőink szeretnék tudni, hogy mivel játszol mostanában. Semmivel. Kiváló. Akkor ezt is én fogom vinni a hátamon, mint az egész beszélgetést. Nincs időm játszani. Um... Én nem tudom, mivel játszom. Én mostanában olyan dolgokat játszom, amiről a csatorna nézői is tudnak, mert content készítek hozzá. A Warhammer 2 Total war jött az új DLC, vagy kijön harmadikán az új DLC-je, és azt, azt tesztelgettem, azt nézzétek meg a videókat hozzá, meg lesz este stream belőle. Aztán Hát igazából Box Standard, Crusader Kings, EU4, most azt hiszem... Ja, tudom, kicsit Horizon Zero dawn uzak, és érdekes lett a story. Na, ah. beindult. Ja. Nem is a story, hanem ahogy... Spoilerek nélkül természetesen, de a a, a múlt göngyörítése az oh, az, ami ha. igazán érdekes. A jelenbeli story nem, de a múlt göngyörítése az nagyon izgalmas. És jól is ha. van tálalva szerintem. Most amúgy, hogy már ilyen sok percet hozzá lehet, én is felrakom minden pecsnél úgy érzem magam, mint egy gyerek, akinek megint karácsony van, hogy belépek és megnézem, hogy mennyivel fut az úttal jobban. Már most is amúgy nagyon jól fut. Tehát ö, 60 FPS-ek simán megvannak. A nagy, nagyobb számítást igénylő helyeken azért kicsit beakad. Nem úgy akadozik, csak hogy 60-ról uh -huh. esik 30-ra, de amúgy, a, a amúgy teljesen jó. Teljesen jó. Rákukkantok. Amivel viszont biztos játszani fogok, ma este, az a Reten Online. <laughs> Jó van akkor. <laughs> Mert Big Money event van, balázs. Uh -huh. Én mindent értek. Most ugyanazért a küldetésért kétszer annyi fizetést kapunk, és gazdagok leszünk. Úristen, gyorsan! gyorsan. Menjünk pi piát csempészni, meg ilyesmi. Jó van. Jó szórakozást Köszönöm hozzá. szépen. Nektek pedig köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő héten a legfrissebb Gamer hírekkel. De szarul hangzik az Istenem. De uh, egyszer megszóltak minket, hogy mi az, hogy videójáték, mi ez a boomer kifejezés? Ki videójáték. Ki mondta? Ezt mondta valaki? Nem, egyszer. én lemaradtam. kommentet olvasok, de erről lemaradtam. Hát mert ez még évekkel ezelőtt volt, és olyan fura volt, hogy kom most komolyan? De hogyha azt mondom, hogy... A gamer, akkor meg túl sok az angol. Sehogy se jó. Sehogy ha se van rajta sapka, azért, ha nincs rajta sapka, akkor meg azért. De én nem szeretem a gamer kifejezést, meg a geek kifejezést, ja. meg a videojáték kifejezést sem, de abban legalább van valami turulos. Legalább picit át van kötve az egész egy nemzetszínű szalaggal. Oké. Jó Szó... tudni, hogy ezek neked fontosak. Ja, ja, abszolút, abszolút. Szóval uh, várunk titeket, és esetleg, ha valaki ideig elért, akkor valószínűleg nagyon dedikált néző vagy, adj ötletet nekünk, hogy miről beszélgessünk karácsonykor. Mert karácsonyra valószínűleg előre fel kell venni majd valami kibeszélőt, és érdekel a véleményetek, hogy miről szeretitek hallgatni. Egy kibeszélőt. Mondjuk a kontrollról. Oké, okay, megvettük. Kontroll. Kibeszélő. <laughs> akkor nekem decemberben kontroll daráló lesz. Hát jó Hány? Ja, úgy, hogy tizedik... tizedikéig be kell fejeznem a kontrollt, mert jön a Cyberpunk. <laughs> Szép napoknak nézve elébe. Így egy bizonyos szempontból. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Hello!